Szeretettel köszöntök mindenkit a Lazarelli Múzeum kamaratermében. Kelle Antal, Art Former, Mesterséges Érzelmeink című kétnapos rendezvényén. A múzeum történetében még nem volt rá példa, hogy egy művész kísérletképpen néhány napra a birtokba vegye, belakja az egyik rendelkezésre álló kiállítóterünket. Hangsúlyozom experimentális jelleggel, hiszen az itt szereplő interaktív alkotások egy része valóban itt találkozik először a közönséggel, és ez a szószoros értelmében visszacsatolást ad a művész számára, egy teszt szituációt teremt a művek működésének, avagy működtetésének optimalizálásához és lehetséges továbbgondolásukhoz. Kelle Antal, aki az OSZASZ, a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület tagjaként visszatérő vendége és kiállítója a Vazarelli Múzeumnak, az intézmény egésze számára sem ismeretlen személy. Eddig legkomplexebb interaktív kinetikus munkáját, a Nexust, éppen 10 évvel ezelőtt, a 2009-ben rendezett Design Hétre készítette el, és a Szépművészeti Múzeum reneszánsz csarnokában mutatta be a nagy közönség előtt. A múzeum látogatói közvetlenül alakíthatták a térplasztikát, míg mások két távoli helyszínről, az Iparművészeti Múzeumból és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemről figyelhették, és az arra kijelölt terminálokon keresztül irányíthatták a művet, szólhattak bele, alakíthatták át pillanatnyi formáját, mozgását. Kelle Antal szándéka nem volt más, mint az, hogy humanizálja, emberközpontúvá tegye a technológiát. Tette és teszi ezt úgy, hogy a mesterséges intelligencia működését feltételező matematikai algoritmusok vissza is hassanak cselekedeteinkre, és a közös csoportos tevékenység új kapcsolatokat teremtsen, egy diskurzív, szociális teret hozzon létre közöttünk. Persze ez a gondolat nem új keletű a művészet történetében. Éppen egy hónapja itt a kamarateremben folytattam hosszabb beszélgetést a kibernetikus szobrászatot megteremtő Wen Ying Cai nevű kínai művész özvegyével, aki Vazarelli műveinek tanulmányozása kedvéért látogatott el Magyarországra. Cai az 1960-as években készült stroboszkópikus fénnyel megvilágított szobrai a biológiai organizmusokhoz hasonlóan az emberi gesztusokra, mint a taps, a kiáltás, illetve különböző zenei dallamokra változtatták meg külalakjukat, pillanatnyi formájukat és mozgásuk sebességét, mint egy mesterséges érzelmekkel reagálva a külvilág történéseire. Cai annak az MIT-n, a világ talán legismertebb műszaki egyetemén létesített Center for Advanced Visual Studies-nak volt az egyik első ösztöndíjasa, amit Kepes György magyar származású képzőművész alapított 1967-ben. Az összefüggés kitágítva megjegyezendő, hogy Kelle Antal többek között a Nemzetközi Kepes Társaságnak is a tagja. Talán kevesen tudják, hogy Kepes és Vazarelli közösen is dolgoztak Budapesten, mielőtt 1930-ban elhagyták volna az országot. Az egyikük Párizsban, a másikuk először Berlinben, majd az Egyesült Államokban telepedett le, de mindketten egész életükben arra törekedtek, hogy a Bauhaus pedagógiai elveit követve megpróbálják az emberi érzékeket a lehető legszélesebbre tárni, a vizuális tapasztalás, a percepció abszolút formájáig eljutni. Kepes utódja az MIT-n, Wen Ying Cai barátja és munkatársa, a német kinetikus művész Otto Piene találóan és emblematikus módon fogalmazta meg az időtájt az 1960-as évek végén egy interjúban a következőt. Idézem. A Bauhaus tanára, Moholy Nagy László és a mostani kor között abban látom a különbséget, hogy az egyik álmokat álmodik, a másik pedig túlálmodja azokat, vagyis hagyja, hogy valóra váljanak. Most úgy gondolom, hogy Kelle Antal ennek a post-Bauhausi kornak egy ikonikus művésze, egy olyan konstruktőr, aki képes arra, hogy a korábban csak az utópiák nyelvén megfogalmazható üzeneteket, álmokat a valóság részévé és részesévé tegye.